Találtál valamit? Aha. Erről a környékről jöttek bejelentések kéken villogzó fényekről. Ami lehetett akár egy nagymester képessége is. Ami pedig gyanús, hogy van itt egy ház. Aminél a szomszédok arra lettek figyelmesek, hogy különböző emberek mentek be, de ki sose látták őket jönni. Tessék, ezt meg hogy érthetik? Több bejelentés is érkezett, hogy láttak embereket bemenni és kijönni, de kétszer nem látták ugyanazt a szemét. Mire gondolsz? Ha valóban vannak ilyen különleges képességgel bíró emberek, akkor lehet, hogy ez a búvóhelyük. Vagy van itt egy nagymester, aki embereket tud teleportálni. Elég őrülten hangzik. De a teleportálás magyarázná, hogy aki bemegy, azt elteleportálják, aki onnan kijön, meg oda teleportálták. Mire gondolsz? Megpróbáljuk? A búvóhely vagy nagymester otthona egy próbát mindenképpen megér. Készülj! Fegyvert viszünk? Természetesen. Bár elég fura lenne, hogyha éles fegyvereket kérnénk, úgyhogy a Benito fegyvereket kérjük ki gyakorlás címszóval. A senkinek nem szólni szemet. Oké, akkor menjünk! Indulunk. Nyugodj meg, Bence! Én a barátod vagyok, és nem az ellenséged. Hiszen leütöttél és elraboltál! Hova hoztál minket? Hol vagyunk? Ezt a barátaid érdekében tettem. Ez a gyakorlótér. Itt fogod tökéletesre fejleszteni mesteri képességeidet. Te nem vagy százas! És... te tényleg vak vagy? Igen, csak tudod, a kötés jobban áll, mint a napszemüveg. Szóval még humorizálsz is! Tudom, mi az, ami most keresztülmész. Én is átéltem ezt. De hidd el, ha megtalálod, mi a célod az életben, mindent meg fogsz érteni. Erre jut eszembe? Mi a franc volt ott az előbb? Tüzet lőttem a kezemből? 7 nagymester létezik. A reinkarnáció során, amikor újjászületnek, mindenki más és más képességeket kap meg. De valamiért te azt a képességet kaptad, amit én. A tüzet. De hogy kaptam meg? Vagy kitől? Úristen. Akkor kaphattam meg ott, és összeestem. De nem, biztos csak halucináltam a drogoktól. Az nem lehet. Láttam, amit láttam. Ha gondolod, próbáld meg újra. Gyújts tüzet. Hülye vagy. Még ha lenne is ilyen képességem, biztos nem tudnám irányítani, és felgyújtanám magam. Na jó. Wow! Ezt én csináltam? Bizony. De úgy látszik, még csak akkor tudod használni, hogyha veszélyben vagy. Én meg foglak tanítani, hogy a képességed mestere lehess. Mégis, mire gondolsz? Én már egy ideje a tűzmestere vagyok. És mindent meg fog neked tanítani, hogy igazán jó mester lehess. És miért vagyok én is a tűzmestere? Meg minek kellene ezeket megtanulnom? Mint hogy a Földön nem csak jó emberek léteznek, így a mesterek közül sem mindenki jó szándékú. Ha eljönnek érted, hogy megküzdjenek veled, akkor inkább felkészülten és mesterként hajj meg, mint hogy futás közben hátba szúrjanak. És van olyan opció, amikor nem halok meg? Bármi is történjen, ha mesterré válsz, mesterként fogsz meghalni. De most koncentráljunk inkább a tanításodra. Öregem, figyelj, ha megtanítasz mindenre, elmehetek? Ha megtanítottalak mindenre, akkor békén hagylak. Oké, értem. Na várj, van még egy kérdésem. Azt mondtad, 7 mester van. Miért csak te jöttél üdvözölni engem? Én vagyok a legidősebb, és én szoktam fogadni az újoncokat. Egyébként a többieknek most elég sok dolga akadt. Miért? A
Az egyik nagymester ellenünk fordult. És ő veszélyes? Szia, Gyuri. Régen hívtál. Drogok halott. Biztos vagy benne? Ember ölték meg? Értem. Lehet, van köztünk egy új mester. Fel is kellene keresnem. Lehet, találkozott már Zorannal. Értem. Vigyázz magadra. Korag! Ezer éve nem láttalak. Öreg, a szívbajt hoztad rám. Olyan negatív energiákat árasztottál. Ja, bocs, csak drogok halála miatt most többen nem a negatív energia. Szóval te is hallottad. Nem tudom, ki ölte meg, de meg fog érte fizetni. Így van, ezért is kerestek fel pont téged. Ha mi ketten összefogunk, megállíthatjuk azt a rohadékot. Végre, valaki úgy gondolkozik, mint én. A te képességeddel bárkit könnyedén meg tudnánk ölni, aki erre készül. A te sebességeddel pedig nem tudnak minket elkapni. Oké, akkor mi a terved? Kivel kezdjük? Veled. Szóval te voltál az, te rohadék! Nem mozogjuk, gyorsabban vége lesz. Engem nem kapsz el szemétládal! De rohadék, a lábamra célozták! De miért? Én leszek az utolsó nagymesterhez, mind meg kell halnotok! Gyűlöllek! Én is! Ez mi volt? Az egyik mester meghalt. Mi? Érzitek, ha meghal egy mester? Ez rohadtul fáj. Alapesetben nem éreznénk, de mivel Tamarg megölte az elődödet, ezért a kör bezárult. Többé nem reinkarnálódik a nagymesterek ereje halandókban. Így megérezzük, ha valamelyik erő örökké eltűnik. Tehát én vagyok az utolsó halandó, aki mesterképességet kapott? Úgy néz ki. Lehet, hogy ezért is kaptad te a tüzet. Zavar képződött az egyensúlyban. Tamarg nem tudja, mit művel. De miért öli a többi mestert? A legenda miatt. A mesterek már évezredek óta léteznek, és a képességek is örökkőforgásba reinkarnálnak halandókban. Legalábbis egészen idáig. Mi változott? Nem olyan régen tudtuk meg, hogy amint egy mester megöli a másikat, a körforgás megszakad. Egészen addig, míg egy nem marad, aki az utolsó nagymesterként birtokolhatja az összes megölt képességet. És egészen idáig egyik mester sem fordult a többiek ellen? Nem. Bár ezt a legendát nem ismerték. Talán jobb is volt így, de most, hogy Tamarg vérszemet kapott, el fog jönni értünk is, hogy teljes legyen a kör. De én nem akarok meghalni. Nem tudom valahogy továbbadni ezt a tűzképességet? Ha már egyszer megkaptad, a halál alig a tiéd lesz. Ami úgy néz ki, elég hamar el fog jönni. Francba. Ne aggódj, inkább hallgass és tanuld meg használni a képességed, hogy meg tud magad védeni. Rendben. Belátom, igazad van. De akkor siessünk. Rendben. Készen állsz?
Ugye tudod, hogy annak ellenére, hogy vak vagyok, látom az energiádat, és ki tudom venni azt, hogy miket csinálsz. Oké, akkor hányat mutatok? 3. De tudod mit? Bár a tanulást nem lehet elkapkodni most valahogy, mégis erős készítést érzek, hogy inkább gyakorlat közben tanulj meg. Tessék! Gyerek! Ne menekülj, hanem küld! Te nekem mit lángolok, lángol, baszki! Találd fel magad! Jó! Meg vagy őrülve? Meg akarsz ölni? Nem, de úgy kell ezzel, hogy a tamar támadna meg. Újra! Ez igen, tehát egy több van benned, mint amit elsőre kinéztem. Jó, újra! Itt is vagyunk. Készülj fel mindenre, nem tudhatjuk mi vár ránk. A bénítópisztot helyezd úgy, hogy könnyen elő tudjad venni. Készen állok. Mehetünk! Ez meg mit jelentsen? Kik maguk? Bencsik és Bolla nyomozók hölgyem a KRM-től. És miben segítitek önöknek? Több bejelentés is érkezett, miszerint több embert láttak bejönni a házba. De ki már nem? Vagy éppen más embereket? És maguk arra gyanakszanak, hogy ilyen arcplasztikai műhelyt tartok itt lenn a pincében? Vagy mi? Nem, hölgyem. Csak szeretnénk hallani a magyarázatát a történtekre. Miért kellene magyarázkodnom? Meghalt valaki? Kiraboltak valakit? Nem? Akkor miféle büntét követtem el? Remélhetőleg semmilyet. Erről szeretnénk megbizonyosodni. Szóval nem tagadja, hogy a feltételezések igazak a személyekről. Sosem figyeltem még fel arra, hogy a vendégeim, akik bejönnek, merre mennek ki. De remélem azt tudjátok, hogy van hátsó kijárat és az udvarra néz. Ezzel számoltatok? Ez megmagyarázhatja az ügyet. Volna kedves megmutatni ezt a hátsó kijáratot? Örömmel, erre van. Tényleg ma hátsó kijárat. A nő ártatlanult, hogy mehetünk. Nekem itt valami nem stimmel. Nem áll össze a kép. Még ha van is hátsó kijárat. Hogy nem látták kétszer ugyanazt a szemét? Na mindegy. Én visszamegyek a kocsiban, nem akarok bántani már szegény Julie-t. Julie? Honnan tudod a nevét? Mondta, amikor az ajtót néztük. És hol van most a nő? Faszom! Ez egy alakváltó, bazd meg! Már én is tudom. Most viszi a kocsit.